2018-ban országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A Fidesz-KDNP pártszövetség, ahogy az elmúlt években is, minden körzetben a legalkalmasabb, az emberek bizalmát élvező jelöltet kívánja indítani a választókerületekben. Jász-Nagykun-Szolnok megye, 3. számú választási körzete, a megye dinamikusan fejlődő térsége, köszönhető ez a kormánynak, a jelenlegi országgyűlési képviselőnek, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatnak. A további fejlődés érdekében a térségnek új lendületet adva új képviselőjelölt indul a választókerületben, aki eddig is fáradhatatlanul erőn felül dolgozott szűkebb hazája, Karcag és térségének fejlődéséért. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés jelenlegi elnökét, a térség fideszes csoportjai egyhangulag választották meg a 3. számú egyéni választási körzet képviselőjelöltjének. Kedves választópolgárok, ajánlom szíves figyelmébe Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét, aki a Fidesz jelöltje a megyei 3. számú választókerületben, Karcagon, a Nagykunságban és a Közép-Tiszavidéken. Kovács Sándor Karcagon él, családjával, 3 fiúgyermekével, a közügyek vonatkozásában már évek óta, évtizedek óta eredményesen dolgozik, szereti ezt a vidéket, szereti szülővárosát. Én méltán ajánlom az önök kitüntető bizalmába, támogassák a választáson. Támogassák, hiszen ő a Fidesz-KDNP jelöltje. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP frissen megválasztott képviselőjelöltje bízik abban, hogy a választópolgárok bizalmat szavaznak majd neki 2018-ban, és a térség fejlődését, a lakosság akaratát szem előtt tartva képviselheti majd az itt élőket az elkövetkezendő 4 évben. A választókerületben élők bizalmából jelöltek engem, hogy a Fidesz-KDNP színeiben induljak a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú választókerületében az országgyűlési képviselőválasztásokon. Nagyon komoly feladat, hiszen Fazekas Sándor miniszter úr nyomdokaiba lépni nem kicsi feladat. Én bízom abban, hogy a bizalmat meg fogom tudni hálálni itt a körzetben élőknek.